Košice! Košice! Jó mérkőzést játszottunk, különös az első 32 perccel voltam elégedett. Aztán sajnos ugye a rövid kispad miatt nagyon elfáradtam a játékosaim a kassa ritmusától, és az utolsó 5-6 percben megnőtt a különbség, de gratulálok a csapatomnak, mert jól helytállt, és gratulálok a kassának a bajnoki címhez és a mai győzelméhez is. Myslím si, že odohrali veľmi dobre stretnutie, najmä prvých 32 minút bolo z ich strany veľmi dobré. Je veľmi spokojný, pretože dokázal držať s Košicami vyrovnanú partiu. Potom kvôli úzkému kádru a slabšej lavičke sa stalo to, že v tej poslednej štvrtine sa začali ako Košice vzdialovať a tým pádom ten výsledok je jednoznačný a blahoželá Košiciam titulu ako slovenského majstra aj k dnešnému víťazstvu. Ako tréner Dioro hodnotí fakt, že v súboji o bronz sa stretnú s Ružomberkom a samozrejme, ako vidí šance svojho družstva v tomto zápase? Azt gondolom, nehéz mérkőzés lesz, ugye már az alapszakaszban is két nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. Fizikális csapat a Ružomberok, mi kevesen vagyunk. Pár idősebb játékosomat szerintem eléggé megviselt ez a mai mérkőzés. Ha fizikailag jó állapotban lesz, hogy tudunk regenerálni holnap délutánig, akkor jó mérkőzés lesz, de megpróbálunk mindenképp harcolni, itt leszünk a pályán, és remélem lesznek momentumaink a mérkőzés alatt. Vie veľmi dobre, že ho čaká veľmi ťažké stretnutie, lebo s Ružomberkom odohrali aj v tej dlhodobej časti dva veľmi dobré a čestné zápasy. Ružomberok má veľmi silovo hrajúce družstvo. Tréner verí, že keď sa im podarí zregenerovať na zajtrajší popoludňajší zápas, takže môže s Ružomberkom dlho hrať vyrovnanú partiu a dokonca môže aj zvíťaziť. Všetko bude závisiť od toho, ako zvládne, najmä ste staršie hráčky, ako zvládnu regeneráciu na stretnutie.